A Hagyományok Háza, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Bihari Népművészeti Egyesület együttműködésével létrejött népművészeti örökségünk a Hortobágytól a Sárrétig című kiállítás megérkezett Bihar Nagybajomba. A Művelődési Házban április 12-én tartott megnyitóról mutatunk rövid összefoglalót. A kiállítás munkaidőben megtekinthető május 8-áig. Bízom benne, hogy a következő hónapokban is fogunk majd itt találkozni, ha nem is velem személyesen, de a program által nyújtott szolgáltatásokkal tudnak majd találkozni, és olyan élményekben fognak részesülni, amelyet aztán magukkal visznek, és itt Hajdúbén, vagy itt a térségben, hát hogy is mondjam, termékeny talajra húlik majd ennek a szolgáltatásnak a néhány eleme, és jobban fogják magukat érezni, jobb kapcsolatok lesznek, sokat fognak beszélgetni ezekről az élményekről, és így egyre inkább erősödik majd kiterülés. És hát ez a kimondott célja ennek a programnak, hogy a minőségi kultúra és a közösség kapcsolódjon össze, és segítse abban az embereket, hogy jól érezzék magukat. Ehhez kívánok Önöknek most is jó szórakozást, és hát köszönöm szépen az Egyesületnek ezt a kiállítást már előre. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Háza 2017 óta működtet egy kárpát-medencei hálózatot, amelynek vannak vármegyei partnerei is. Itt vagyunk Bihar vármegyében, kiemelt partnerünk a Bihari Népművészeti Egyesület, aki most ennek a vándor kiállításnak a szervezését, illetve a megvalósítását magára vállalta. Bemondva természetesen a vármegye számos többi olyan népművészeti közösségét, egyesületét, szervezetét, a Nádudori Kézműves Iskolát is, amelyek ezt a kiállítást megvalósíthatták, melynek az volt a legfontosabb célja, hogy a legkisebb településekre is juttassuk el és mutassuk meg azokat a vármegyei értékeket, amelyeket az élő népművészetünk különöz. Ez azt jelenti, hogy kortárs alkotók a munkáit állítjuk ki, kiemelt cél, hogy olyan mestereknek a munkája jelenjen meg, akik népművészet mesterek kitüntetéssel, népművészet ifjúmesterek díjjal, népikonos címmel rendelkeznek, hiszen ők azok, akik a közösségek elé a saját kézműves tevékenységükkel egy olyan mintát tudnak adni,
amely aztán a következő generációknak reményünk szerint megmutatja azt a helyes irányt, ami által organikusan tovább fejlődni az életet.